Sziasztok! És üdvözöllek titeket! A következő ügyünk videóban, amiben energiaitalokat fogunk megkóstolni. 15 plusz 1 energiaitalt fogunk megkóstolni. Ide kiteszem a képet nektek, láthatjátok az összes energiaitalt, 15 plusz 1 energiaitalt fogunk most megkóstolni. Az energiaital szó már energiaital, 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 energiaital. Szóval 15 darab energiaitalt fogunk most megkóstolni. Együtt. Itt egy pohár minikből csak kicsit fogok inni, mert 8 óra 10 perc van, tehát nem akarok éjszaka pörögni a ágyon. De kezdjünk is bele. Na, melyikkel kezdjek? Hm, milyen sorra menjünk? Szerintem kezdjünk első sorból, ahogy látjátok a képen is, és jobbra-balra. Ja, azt még hagyd mondjam el nektek, hogy ezek olyan amik otthon nehezebben kaphatóak, tehát különlegesebbek. Nem hoztam sem seretbult, t se Red bull se semmi ilyesmit, amit otthon könnyedén megszerzünk. Lehetséges, hogy ezeket is lehet otthon kapni, de nehezebb őket beszerezni, plusz nem a sima tutti frutti ízűek. Van egy kettő sima tutti frutti is, viszont a többi direkt ízesített. Tehát most úgy tesztelem őket, hogy milyen ízesített energiátalokat lehet itt Londonba kapni, csak úgy a boltba, tehát nem kerestem, bementem a boltba, és levettem a porcról az összes energi amit találtam. Még biztos van ezerféle, de én most ezeket hoztam el szerintem 15 egyenlőre elég lesz. Szóval kezdjük is ezzel, ez volt legszélen, ez a Carabao Energy Drink zöldalmás, tehát így néz ki. Zöldalmás energi és kóstoljuk is meg. Ugye ahogy mondtam, mindigben nagyon-nagyon keveset fogok inni, reméljük nem ráztam fel nagyon őket. Itt az átlátszó pohár. Tényleg csak ennyit, hogy megkóstoljam, hogy milyen, és utána sorrendet fogunk állítani. Hát megmondjam, őszintén nem annyira átlátszó. Nagyon durván zöldalmás hirata van. Hát rosszal kezdtem. Semmi zöldalma íze nincsen. Az elején ilyen mű, műanyag zöldalma íze van, aztán pedig a végén rendesen keserű. A zöldalmánál a végén savanyúra gondolnék, nem keserűre. Hát ez nem lesz a kedvencem, de meg kell inni. Hát ez ideig a lista utolsó van. Következő. A Tiger Energy Drink. Ez szerintem most pont sima. Amíg esetleg különlegesebb a üvegel vagy a kupakja, azt fogom nektek oda mutatni. Na ez már is átlátszó, biztos látszik. Jó, lehet azért, mert az almás volt, azért volt olyan. Illetve tipikus energiital illata van. Tutti frutti. Ú, van benne valami furcsa. Van egy furcsa utóíze, ami nem tudom micsoda. Érdekes. Mintha mentolos lenne. Most ki fogtok nevetni. Hát ez se a legjobb, de jobb, mint a másik. Most van egy kicsit különlegesebb üvegű. Ez pedig az ION Energy Drink, és ennek az a különlegessége, hogy nácukorral készült, és ez most citrus punch ízű, és természetes uh, színezék. Na. Tehát természetes ízeti, ízesítőszerek vannak benne, nincsenek benne mesterséges dolgok. Hát nézzük, milyen ez a citrusos íz. Ú, nagyon durván citromos. Nem tetszik. Hát elég furcsa színe van ilyen fehéres sárgás. Egyébként nem rossz. Egyáltalán nem édes, tehát semmiféle édeség. inkább kesernyésen savanyú. Nem rossz. Ízesítetek közül egyáltalán nem rossz. Itt is van a testvére, ami lila és gránátalma ízesítésű. Na, erre kíváncsi vagyok. A gránátalmát nagyon-nagyon szeretem. Érdekes, hogy miért lila egyébként. Ú, azt, én még szőlősnek mondtam volna. Szép piros, olyan színe van, mint a vérnek. Ez brutálisan vérszínű. Úr. Oh, ez borzalmas, úristen. Keserű, és a végén ilyen, mint a füvet rágnék. Oh. Oké, okay. Ez az utolsó idáig. Azt az eget. Hú. Jön a következő. Ja, azért vizeségi nőni, mert megmostam. Ha ilyenből isztok, érdemes megmosni, vagy letörölni a tetejét, mert ki tudja, hol volt. Szóval, Bulldog energiaital, kék színű taurinnal, szerintem ez is sima, tehát tutti frutti ízű, ez narancssárgás. De szép átlátszó. Illata. Ú, uh, nagyon erős illata van. Na, ez nem keserű. Vége. Ideig ez vezet. Nagyon jó, uh, tutti frutti ízű. Jöhet is a következő. Ez is sima ital. tök egyszerű neve van, igaz? Az Original Energy. Új, de ez a legaranylósabb. Ez szó szerint arany színű. Ú, ez nyert. Nagyon-nagyon tiszta. Betegszik a buldoggal, de ennek tisztább. Nincs a végén semmilyen mellékíz. Ez pedig ritkán elmondható, mert Némelyiknek nagyon furcsa mellékíze van, tehát itt én most a sima trutti-fruttisról beszélek. Jött is a következő, ami kicsit különlegesebb, ez a Boost. Ez itt Londonban elég elterjedt energiaital, és ez egzotikus gyümölcs ízű. A flakonján is látszik. Nézzük, egzotikus gyümölcs. Ö, nem át látszó sárga színe van. Hú, mint egy illatgyertya, nagyon jó. Azt az eget. Ez nagyon finom nagyon sejmes előtt, most tudom, hogy furcsa hangzik, de sejmes az íze. Az van ráírva, hogy mixelt, exotikus gyümölcsök vannak benne, valami eszméletlenül finom. Hú, ez itt ideig az új kedvencem. Nem egyébként a, azt tudni kell elmondom közben, miközben bontom a következőt, hogy az én kedvenc energítom az a Monster. Nagyon-nagyon szeretem. Utána esetleg következik a Red Bull, de Monster. Csak is a Monster. Következő, ezt amikor először kijöttem ide Angliába, akkor láttam meg, és rögtön meg is mettem, megmondom őszintén nem jött be. De ez passion punch, tehát ez is ilyen passion fruit uh, hasonló keverék ízű. Megnézzük milyen. Ó, nagyon rossz illata van. Ez rózsaszín. De szép színe van, szép rózsaszín. Nagyon rossz illata van. Úristen, ez valami mennyei. <laughs> Most mondtam, hogy nagyon nem tetszett, meg az illata se jó. ez olyan, mintha marcipános lenne az elején, és imádom a marcipánt. Ebből én még iszok. Ez valami eszméletlenül finom, már nem tudom, hogy pohára iszom. Ez a Passion Punch ízű, eszméletlen, úgyhogy jön is a következő ugyanennek a cégnek a zöld Apple Kiwi, tehát alma kiwi ízű. Hú, ez is olyan finom lesz. Hát ilyen Passion Punchot még fogok venni, ezzel ami zseniálisan finom volt minden utolsó csepét megiszom. Vá! Wow! Ezt nézzétek! Kék! Imádom. Kedvencem a kék szín egyébként. Ezek nagyon-nagyon finomak! Visszavonom, amit bármikor is mondtam eszméletlenül finom. Lehet az originál sima tutti frutti íze az nem ilyen jó, de ezek az ízesítettek nagyon-nagyon finomak. Ideig nálam ezek állnak leges legelsőre, de még mindig a Passion Punch, és ez jön utána, tehát az alma kiwi. Eszméletlen jó színe van, és nagyon-nagyon jó íze. Nem is tudom nektek, hát almás kiwi íze van, de sejmes. Valahogy ezek nagyon, mintha sejmes lenne. Ezeket nehéz lesz megverni. Jöhet is egy újabb felfedezésem, amit itt fedeztem fel valamelyik nap. Én még nem láttam ilyet, biztos én vagyok lemaradva, de ez egy olyan energiaital, aminek vissza lehet zárni a tetejét. De rendesen felpattintós, de mégis vissza tudod zárni. Az le vagy tornádó. Tornádó aktív, kétféle létezik belőle, mind a kettőt meg is kóstoljuk. Egyetlen egy bajom van, mármint hogy itt a boltban kétféle létezik, mind a kettő ízesítette. Nincs belőle sima. Ez tropikál ízesítésű, de megmutatom nektek, hogy kell felnyitni. Tehát van itt ez ezt a pici pöcköt felnyitom, és a hátra kell tolni. Tehát felnyitottam itt ezt, és ugye így az ember, nem tudom odafordítani nektek, nem tud belőle inni. De, ha megfogod, és hátra húzod, ezt itt hátra lehet húzni, és ha így hátra húzom, rögtön ki is nyílik. Tehát az az energiétal, amit vissza lehet zárni. Tehát ha nem bírom meginni, mert ezek nagyok, sokan mondják, hogy a masterrel is az a bajuk, hogy nagy, és egyszerűen nem tudják meginni, ezt vissza tudod zárni, és én nem mutatom, mi benne a legjobb, csak ősz, hogy ugye kóstoljuk meg. Tehát ez is tropikál gyümölcs illatú, illatú és ízű. Egyébként nagyon jó az illata. A színe is elfogadható, narancsárga, sárga. Az íze is finom. Csak sajnálom, hogy nincs belőle sima. Ne kíváncsi, mi a sima belőle. Mert én ugye jobban szeretem a sima energitalkot, tehát a tutti frutti ízűt. Néha napján persze megiszom ezeket is, azért is kóstoltam meg, de zseniális ízűek vannak. Na, akkor meg is mutatom nektek, ez hogy működik, és tényleg milyen jó használatban. Tehát én most ezt itt visszazárom, le, és figyeljetek, most jön a varázslat, és bízok benne, hogy működik. Tehát vissza van zárva, tehát ki volt nyitva az előbb, láttátok? Semmi. Tehát ez visszazárható. Ha akarok újra inni, felnyitom, elhúzom, és egészségetekre. Zseniális. Talán hogy nem csinálnak ilyet. Na, majd írok is nekik. A következő biztos sokatok által ismert a Rockstar Energia Ital. Ez pedig fagyasztott görögdínje ízű. Nem nagyon ettem még fagyasztott görögdínjét, a görögdínjét imádom, de fagyasztott görögdínje. Biztosan olyan finom, hogy kóstoljuk is meg. Még csoda, hogy valamit nem öntöttem az ölembe, vagy valami. Wow, hát elég érdekes. Megmondom nektek őszintén. Görögdínje szaga van, de hol van benne a fagyasztott? Mi a fagyasztott íz? Ez ilyen keserű görögdínje lé. Kis színsabbal. Nem olyan rossz, mint mondjuk az első. Vagy ez. De nem is jobb. Jöjjön a következő tornádó, ami ugye mondtam, ez pedig Ice. Az előző volt az Active, ez pedig a, az ice. Tehát úgy bontjuk ki, hogy ezt van itt egy kis szallag, azt felnyitjuk, és utána ezt a kis pöcsköt, hogy az előbb mutattam, felhúzzuk, és ennyi. Utána természetesen fogjuk, és hátra És kész is van. Wow, ez full átlátszó. Olyan, mint az átlátszó Pepsi. Aki nem lát róla a videót, az kattintson ide vagy ide, a kis fülre, ott lesz. Egészségetekre. Ez milyen ízű? Aha, hát sajnos éreztem rajtam. Grapefruit és citrom. Na most a grapefruitot nagyon nem szeretem. Valamilyen nem vagyok oda a keserű dolgokért. Amúgy nem annyira keserű. Nem is olyan jó. És akkor ugye, 3 plusz 1, tehát 4 darab van még hátra. Kettő különleges, kettő sima. Kezdjük keverve, mit szóltak hozzá, legyen először egy sima. Lukezé, nem fogok róla sokat beszélni, Angliában nagyon-nagyon populáris, ez az Ice, kicsit mentolos, nagyon érdekes. Tehát nem fogok róla sokat beszélni, Lukezé. ennek az a lényege, hogy ez glükózzal van, tehát sok-sok glükózzal van benne, mert ugye az energiaitalban sokan nem tudják, nem a koffein adja az energiát, az energiát a cukor adja. A koffein az éberséget adja hozzá, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó energiaital, amikor nagy beadandóim vagy vizsgáim vannak, és éjszakákon át fenn vagyok, van, hogy megiszok négy-öt ilyen üveggel, mert kell, amikor mondjuk két-három napig fenn vagy. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, csak azért hoztam el nektek, mert otthon nem nagyon láttam ilyet. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek itt kamerán. Ez brazil ízesítésű, tehát ez a brazil lukazét mango mandarin. Hát nagyon sárga, mint ahogy gondolhattuk. Ebből egyébként mindegyik finom a grapefruitosat kivéve. Nagyon erősen szénsavas, és Mangó mandarin íze van. Megvan a mangónak az édessége, és a mandarin kicsi savanyúsága, isteni finom. Úgyhogy a lukazédeket édeket mindenkinek tudom ajánlani. Ez egy teljesen jó ízű energiaital. És akkor most jön egy érdekesség. Hát aki tud angolul, az rögtön el tudja olvasni. Ez a női nemi szerv. A neve ennek. És ennek az is a lényege, hogy ez 100%-ig természetes energiai ital kóstoljuk meg. Hát, elég érdekes, megmondom nektek őszintén. Hát, megittem első húzásra. Nem öntöttem sokat. Nem tetszik. Nem ez lesz a kedvenc energiátalom. Mondhatni az utolsó. Maradok az eredeti dolognál, mármint az elnevezésénél nem a dobozolt változatánál. Szóval a következő look az én, amit mondtam nektek, ez pedig epres ízű. Nagyon jó epres illata van. Már most keveset öntök, mert elég sokat ittam. Szép piros, a... majdnem azt mondtam, hogy alma, eper illatú. Kicsit műeper. Ilyet még nem nagyon vettem, ennek szoktam venni az literes változatát, amikor vizsgákra készülök, vagy házi dolgozatokat írok. Hát, ez nem a legjobb. De nem is rossz. És akkor következzen az, ami benne volt az egyik Loot Crate videóban is. Ide kattintva, hogy ide meg tudjátok nézni. Az pedig ez. Az üveg különlegessége, a formája biztos feltűnik, hogy mit mutat. Az a vagy hogy RIVOLT. És sima energiaital. A doboz nagyon különleges. Nem nektek mutatom, csak hogy lássátok. Úgyhogy mutatom én inkább. Wow, nagyon-nagyon szép arany színe van. Ú! Uh. és rettenetes büdös. Hú, biztos, hogy meg lehet inni? Mikor lett ez, ugye? Még említek, jó? Ú! Uh. hát jó, na jó. Hát persze, hogy egy videó se lehet úgy, hogy ne legyen benne valami. Mint a kutyakaja. Az illata, nem akartam mondani, mint a Jelly Belly kutyakaja. Pont pár videóval ezelőtt uh, kistesommal ettünk Jelly Belly-t, rossz ízű Jelly belly és ugyanez az illat megcsapott. Ez szerintem ilyen szivatás energiaital. Borzalmas kutyakaja, szagavar és kutyakaja íze van. Semmiféleképpen ne vegyetek ilyet. Szóval, el is érkeztünk ennek a videónak a végére. 15 plusz 1 energiaitalt kóstoltunk meg. El is mondom nektek, mi volt ezek közül a kedvencem. Hát... Uh, ahogy mondtam, ez a kettő zseniálisan finom volt. Ugye ez volt a Passion Punch, ez pedig az Alma kivi. Utána követte a tornádóból az Aktív, és a lucasid a Mango Mandarin. Utána jött a sorba az Exotikus Boost, és a Sima Original Energétal. Őt követte még az Epres Lucasid, és a Bulldog utána jött a Tiger, és akkor most ennek a rosszak. Volt itt egy Ion, citrus, egy fagyasztott watermelon, dinje, egy ice, aktív, és utána jöttek a legrosszabbak, hát ez kegyetlen rossz volt, ez a Carabao, utána a gránátalmás, a gránátalmás ion, és a leges legrosszabb, ez. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszettek is érdekesnek tartottátok, és tartsatok velem legközelebb is, ahol furcsa, jó ízű, rossz, érdekes édeséket, italokat, cukrokat, és mindent megkóstolunk. Még akár bogarakat is, mert én olyat is ettem. Ha még nem láttátok a videót, azt is ide fel vagy ide felteszem, kattintsatok a kis infogombra. Továbbá, ha nem láttátok az előző Loot unboxingot, akkor kattintsatok ide. Vagy, ha nem láttátok az előző együnk részt, azt pedig itt megtekinthetitek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen további szép napotok vagy estétek. Sziasztok!